sorozatunkban építészekkel beszélgetünk terveikről, tervezett vagy folyamatban lévő munkáikról. A Makovec Alapítványnál tartott dubai világkiállítással kapcsolatos előadása után Csernyusi Lőrincet kérdeztük. Csengerben épül, és most már lassan befejezéséhez közeledik egy buszvégállomás. Összefoglalnád ennek a történetét, hogy ez hogyan és milyen módon született, hogyan jött létre, és hol tart most már ez a folyamat? A Csenger ugye szívem csücske, 33, vagy már több mint 33 éve vagyok főépítész, és az a munka, amit annak idején elkezdtünk, azt nem mondom, hogy a végére ér, mert ilyen nincsen, de hogy annak a központi résznek az utolsó látványos városépítészeti, urbanisztikai sebhelyét tudtuk ezzel az épület megépítésével megszüntetni. Itt valami borzasztó vasbeton, áfész, vasműszaki bolt állt, amelyre a 33 év alatt én nem tudom hány tervet rajzoltam. Sokat. Meg nem csak én. Nem tudtunk eljutni odáig, hogy ebből bármi megvalósuljon. Eltérő funkcióval, építészettel mindig próbálkoztunk. Míg nem, 2,5 éve, májusban, az jól emlékszem, felavatták az első tanúszodát az országban, és a miniszterelnök jött el avatni, és amikor kiszállt a polgármesteri hivatallal szemben az autójából, megkérdezte, hogy mi ez itt. Ez volt az a vas műszaki bolt, és akkor végül is az avató ünnepségen bejelentette, hogy kormány támogatásból egy új buszpályaudvar, buszvégállomás, ne nevezzük pályaudvarnak, mert az kicsit nagy zoló, építéséhez megadják a támogatást. Természetesen az előkészítése már megtörtént, tehát hogy egy ilyen beruházásra szükség van Csengerben, és tulajdonképpen a helyszín került akkor kicsit ilyen előkészítve kiválasztásra, és 2,5 év alatt támogatási szerződés, tervkészítés, stb. Hát tudjuk jól, hogy nálunk sem mennek olyan gyorsan a dolgok. Eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen tavaly ősszel elindult a beruházás. És hihetetlen gyorsan, köszönhetően egyébként a könnyű télnek, vagy a nem létező télnek, most eljutottunk odáig, hogy az épület kész, és a környező munkákat, táj- és kertépítészetet csinálják, hiszen egy buszvégállomásnál azért buszfordulók, beállók, parkolók, éjjeli helyek, hál' Istennek táj- és kertépítészeti elemek is beépítésre kerülnek, és májusban ezt át lehet adni, és akkor majdnem kompakt lesz ez az egész csengeri városközpont. Minap került elő az a terv, mely szerint Kovásznán a Kőrösi Csoma Központ megépülhet, illetve valamiféle támogatáshoz jut majd hozzá. Erről mit lehet tudni? 1995-ben tervezte meg ezt a Kőrösi Csoma Sándor múzeumot és dokumentációs központot. Makovec Imrétől kaptam a munkát, és Csenger. Kovászna is Csenger testvérváros, és pont egy ilyen csengeri épületátadási ünnepségen jöttek el a kovásznaiak, és vetették fel ezt az ötletet, és Imre rám mutatott, hogy fiacskám, ezt te fogod megtervezni. Akkor kétszer együtt elmentünk, annó a helyszínre végigvettünk tervezési programot, minden egyebet, és én csináltam egy vázlattervet, és utána egy nagyon csírájában lévő engedélyezési tervet, és a gazda József, aki ennek az egyesületnek az elnöke, egy elképesztő ember, az elkezdte hajtani, beindítani a beruházást, de nem tudtak előrébb jutni. Szerencsétleneknek sikerült egy román előírások szerint légópincét oda tenni a telekre, amit most bontanak el, hál' Istennek. Most ezt a történetet talán hosszabban kéne elmondani, hogy hol és milyen telefonhívások kapcsán pont Csengerbe voltam, amikor a kovásznai küldöttség ott volt, és kiderült, hogy Lezsák Sándor az ad pénzt rá, vagy szerezne támogatást erre a Kőrösi Csoma Sándor központra, mert ez azóta se haladt előre, miközben az eltelt közel
majdnem 30 év alatt olyan konferenciákat, előadássorozatokat produkáltak ott helyben, aminek minden évben ilyen vastag könyve megjelent. Tehát, hogy megvan a létjogosultsága egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen élő múzeumnak, ahol kutathatnak, ösztöndíjasok jöhetnek, és ezt a tervet elkezdték leporolni, és eljutottunk odáig, hogy tavaly év végén egy kormány határozat kapcsán megkapták azt a pénzt, amit egy helyi kivitelező tervező kiszámolt, és hát előkerült nekem egy régi tervem, és a legnagyobb örömmel rajzolom újra, csinálom, voltunk innen a helyszínen. Egészen furán jönnek bennem vissza, hogy Sevilla, Dubaj, megint, tehát, hogy visszaköszönne a múlt, megjelenik 30 évvel később az életembe, és van még két ilyen munkám egyébként, ami így jött elő. Nem tudom, hogy a sorsnak milyen kifürkészhetetlen útjai vannak, de ezeket én nagyon szívesen csinálom most. Melyik az a kettő? Egy Dzsida Jenő kulturális központ, itt Vászolyon, ez a Balaton felvidéken van, de ez annyira, hogy mondjam, csirájában van, hogy erről nem nagyon tudok még sok mindent mondani, de már rajzolgatok rá, és a Dubai Sevillának köszönhetően volt egy rádióriport, és megkeresett engem orosz lányból a Majki Kamalduli szerzeteseknek egy idősebb atya vagy papja, ahova annak idején én voltam lent tárgyalni egy tervezési munka kapcsán, semmi nem lett belőle, még vonal se, és most április 1-én lesz egy megbeszélés szintén ilyen támogatási szerződés kapcsán, mert hogy szeretnék azt rendbe tenni.